Ez itt a heti hármas legújabb adása, sziasztok! Hárman fogunk beszélgetni a mai adásban a Loki-ról. Iceman. Sziasztok! Juvefan. Üdvözlök mindenkit! Valamint én, Csibu. Hoztunk nektek három témát, mind a háromban a piros-fehérekkel foglalkozunk. Az elsőnek egy kicsit visszatekintünk a Ferencváros elleni találkozóra. A másodikban a fiataljainkkal fogunk foglalkozni. A harmadikban pedig előre tekintünk, hiszen vár ránk még 5 mérkőzés a 2017-es esztendőben. Kezdjük is az első témát. Mennyire pozitív vagy negatív számotokra a DVSC Ferencváros elleni teljesítménye? Ezt most nem csak kettőtöktől kérdezem, hanem a hallgatóktól is. Nyugodtan írjátok le a véleményeteket, hogy elégedettek voltatok-e a DVSC-vel, vagy azért maradt bennetek hiányérzet. Elégedettek lehetünk-e, mert azt mondhatjuk, vagy hát én azt állítom, hogy kihozta a csapat magából a maximumot, vagy inkább elégedetlenkedhetünk, mert csak egy kicsit jobb csapattal ez nem csak hogy vereség lett volna, hanem sokkal inkább egy győzelem, sőt én azt állítom, hogy akkor még a bajnoki címért is versenyben lehetnénk. Mennyire igaz ez? Ti hogy látjátok a DVSC Ferencváros elleni mérkőzését? Hát magával az eredménnyel nyilván senki nem elégedett, tehát vereséggel szerintem akárki ellen játszunk, kevésszer vagyunk elégedettek. A játékképe az vegyes, mert azt gondolom, hogy az első félidőben egész jó mentalitásban és játékban is jók voltunk, tehát felvettük a versenyt a Fradival, nem is nagyon tudtak komolyabb helyzetet kialakítani, ugye ott Varga Roland egyszer elfutott, meg volt egy távoli lövése Gorjaránnak, amit bravúrral védett nagy, de azon kívül teljesen partiban voltunk, és az a véleményem, hogyha nincs az a pekhes első gól, amin én azért elég sokan hibáztak, akkor szerintem ki tudtuk volna hozni ezt a mérkőzést döntetlenre. Ott nagyon jó pillanatban rúgta a gólt a Fradi, ugye szoktuk mindig kinevetjük az edzőket, mikor ezt a közhelyet mondják, hogy rosszkor kaptuk a gólt. Hát valamilyen szinten, hát most tényleg igaz volt, hogy rosszkor kaptuk, mert ott abban a pillanatban az a felszakadt, az a nagy mindenség a szurkolókban, a játékosokban, és ez eredményezett még egy gyors gólt. Tehát ez érezhető volt egyébként a lelátón is? Igen, sajnos, tehát onnantól kezdve, hogy a középkezdésből rögtön eladtuk a labdát, látszott, hogy itt összezuhantunk egy kicsit fejben és mentálisan is, és hát jött a második gól, amit ugye szintén Andersonnal kielemeztünk az összefoglalóba, hogy egy játékos, ugye nevesül könyves tolódott el, és ez magával rántotta a többieket is, tehát onnantól kezdve kinyík Jovanovics, mindenki elkezdett hibázni, és ez egy olyan láncreakciót indított be, hogy ismét gól lett az eredménye. Úgyhogy az a három perc az meghatározta a meccs képét. Én ott egy kicsit azért meg is ijedtem, hogy nehogy itt komolyabb vereségbe fussunk bele. De ugye rögtön a gól után, a második gól után volt egy óriási szépítési lehetőségünk, ott sajnos Jovanovics szerintem nem választott jó megoldást, mikor hát kiszorított helyzetből két méterre a gólvonaltól nem jól adta be a labdát, és hát a szépítő találatunk pedig már későn esett, tehát azért a 84. percben. Nyilván ott cserével, meg egy kis mentalitás változtatással próbáltunk egyenlíteni, de hát az idő már nem mellettünk, szóval ugye Dol meg elkezdett időhúzó cseréket bevetni, és hát ugye Andó Szabó sem annyira sok hosszabbítás rendelt el, hogy legyen még időnk, úgyhogy ha egy 10 perccel korábban tudunk szépíteni, akkor még talán lett volna esélyünk, így viszont hát már gyakorlatilag nem tudtunk helyzetbe se kerülni. Úgyhogy maradt a tisztes helytállás és a szimpatikus vesztes szerepe, ami nyilván jól hangzik, meg jól mutat, de azért persze van hiányérzetünk, hogy egy picit más mentalitással és összeszedettebb játékkal azért legalább egy pontot elcsíphettük volna, mert azért lássuk be, nem volt ez a Fradi olyan lehengerlő, hogy olyan nagy győzelmet arasson felettünk. Hát előzetesen én nem számoltam ponttal ezzel ennek a mérkőzésnek kapcsán. Az első fél idővel elégedett voltam, annyit negatívumként tudnék megemlíteni, hogy amit tapasztaltam, hogy talán túlzott akarat is volt a játékosokban, amikor talán Mengoló és Varga Kevin egy labdára egymást zavarva akadályozták meg, hogy tiszta gólhelyzetet teremtsünk.
Tehát az első fél időben összességében a védelmünk is a helyén volt, és támadás építésben bár lehetett volna hova fejlődni, de egyenrangú ellenfelei voltunk a Ferencvárosnak. Az a második fél idei gyors két gól, az teljesen megtörte a csapatot, amit Jovefan is mondott, akkor én is félve néztem a mérkőzést, hogy ennek egy csúnya vége lehet, de hál' Istennek viszonylag gyorsan rendezni tudtuk a sorokat. Egy rutinos olyan csatár kellene, aki a helyzeteit gólra váltja, és akkor az ilyen meccseken nem a szimpatikus vesztes szerepe hárulna ránk, hanem akár az egyik pontot is elhozhattuk volna. Én őszinte leszek a mérkőzést elnézve, és ezt elmondtam a tegnapi semleges térfeladásban is. Én nem voltam elégedett a támadójátékunkkal. Azzal igen, hogy domináltunk, azzal igen, hogy a Ferencváros fölé tudtunk nőni, de én úgy éreztem, hogy ez nem csak a mi érdemünk, hanem az ellenfelünknek a rossz játéka is ezt hozza ki magából. Én azt éreztem, hogy a Ferencváros középpályán nincs meg, van egy nagyon jó támadósora, és van egy viszonylag jó védelme, de a középpályán, mint hogyha lettek volna gondok, és nagyon a támadásra szerettek volna egyből állni a középpályán. Ezt mi sokszor sikeresen áttörtük, nagyon sok lövőhelyzetet teremtettünk ahhoz képest, hogy idegenben játszottunk, és ahhoz képest, hogy a Grupamában 20 ezer néző előtt játszottunk, de amikor oda kerültünk a kapu elé, akkor rendre rossz megoldást választottak a játékosok, és ami még rosszabb volt, hogy el sem találták a kaput. Az első félidőben nem emlékszem debreceni oldalról kaput eltaláló lövésre, úgyhogy nagyon kettős érzések voltak bennem. A második félidőben hát jött egy szerencsétlen gól, aztán jött rá rögtön még egy. 1-0-nál még nem éreztem azt, hogy gond lehet, 2-0-nál nagyon benne volt a levegőben, hogy itt bizony kikap. Aztán szintén azt mondom, hogy azért a csapatot megérdemli az, hogy megérdemli a csapat a dicséretet mindenképpen, mert 2-0 után azért visszajöttünk a mérkőzésbe. Jovanovic a sokadik lövőhelyzetéből végül talán pont a legnehezebből gólt szerzett. Ezzel izgalmas lett a vége, de többet nem tudtunk kihozni belőle. Én sem az eredmény szempontjából mondom azt, hogy nem vagyok elégedett, sokkal inkább abból a szempontból, hogy sokkal többet éreztem ebben a mérkőzésben is. Lehet, hogy ez már csak ilyen, hogy mi szurkolók mindig többet és többet szeretnénk, és nem elégszünk meg a harmadik helyjel, még hogyha pontosztoszkodással is történik ez a harmadik hely. Főleg azt tekintve egyébként, hogy milyen előző idényen voltunk túl, ahol ugye majdnem kiestünk, ahhoz képest most a dobogón vagyunk, tehát összességében abszolút nem vagyok elégedett, sőt összességében azt állítom, hogy ez, ami a hatodik fordulónál elkezdődött a DVSC idei szezonjában, ez egy mese, már-már csoda kategóriát is említhetném, vagy akár herceg mágiának is nevezhetném, ami történik, de ettől függetlenül bennem azért maradt hiányérzet a Ferencváros ellen. Hogy gondoljátok ezzel a játékkal, a Fradin, Videotonom, talán még a Honvédot is ide vesszük, akkor a többi csapatot le tudtuk volna győzni az NB1-be? Nehéz ezt megmondani, mert nyilván egy másik csapat ellen nem feltétlenül ilyen visszahúzódó és óvatos taktikával játszottunk volna, ugye amit a beharangozóban is említettem, hogy számítottam rá, hogy már a kezdésnél a megszokott 4-4-2 helyett a 4-1-4-1-be fogunk játszani, és ez gyakorlatilag az egész meccsen megmaradt, tehát még a gólok után sem váltottunk át két támadóra. Nem nagyon mertünk azért kockáztatni, úgyhogy ilyen szempontból nehéz megmondani. Nyilván egy hasonló kaliberű, egy Videoton ellen ugyanezt a taktikát láthatjuk. Most konkrétan akkor, ha már Videotont említettem, szerintem ez a játék ellenük se lesz elég. Abszolút nem lesz elég a Videoton ellen. Hogy más csapat ellen elég lett volna, azt mondom, hogy egy döntetlenre mindenképpen elég lett volna, de hogy annál többre, az tényleg nagyon nehéz megmondani. Talán egy picit most negatívan fog hatni, amit mondok, de szerintem más csapat ellen sem tudtunk volna nyerni ezzel a játékkal. Pont azért, amit az előbb mondtam, hogy elől, amikor oda kerültünk a kapu elé, akkor hiába próbáltuk eltalálni a kaput, folyamatosan mellé lőttünk. Most instat adatot mondok. Lesz most egyébként instat cikkünk? Így van, 15. forduló után vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy ismét eltelt 5 forduló, tehát lesz cikkünk. Úgyhogy majd az instat adatokat érdemes lesz nézni, de a mostani mérkőzésen
A Ferencvárosnak 20 kapura lövése volt, ebből 9 eltalálta a DVSC kapuját. Egyébként meg kell dicsérnem Nagy Sándort, mert szerintem jól védett. Még akkor is, hogyha talán a második gólnál más döntéseket is hozhatott volna, de ez most független ettől a kérdéskörtől. És a DVSC számadatait érdemes megnézni. 13 kapura próbálkozásunk volt a mérkőzés során. Tippeljetek, hogy hány találta el a Ferencváros kapuját. 2. 3. A helyes válasz 4. Tehát az, hogy 90 perc alatt 4-szer találunk kaput, ebből egy gól lesz, az én azt gondolom, hogy más csapatok ellen kevés. Nyilván, hogyha nem kapunk gólt, akkor az egy rúgott góllal is lehet nyerni, tehát benne van a pakliban, hogy egy vagy két csapatot megvertünk volna, de összességében azt mondom, hogy ezzel a játékkal sem biztos, hogy a mezőny nagy részét verni tudnánk, sőt, én azt gondolom, hogy a döntetlen a reális. Úgyhogy meg kell tanulnunk lőni, meg kell tanulnunk kihasználni a helyzeteket ismét. Ami egyébként mostanában ismét kezdett jól működni, de hát látjuk, hogy elől még azért mindig keressük azt, hogy pontosan kijátszon, Menguló legyen ott, vagy Takács legyen ott, vagy éppen a most ismét megsérült Tabakovics legyen ott, vagy Könyves legyen ott, szegénynek, amint elhangzott, védekeznie is kell, és róla, vagy miatta is kapunk gólt, de azért kellene segíteni a támadást is, úgyhogy nehéz ez. Szerintem az őszi szünetben ez lesz az egyik legfontosabb feladat, hogy a támadó szekciót megerősítsük, és ismét eredményesebbek tudjunk lenni. De menjünk tovább a második témakörre, ami a játékosainkat és a fiatal játékosainkat érinti. Az elmúlt hetekben ugyanazt a tendenciát láthattuk, amit korábban, azaz az igazán fiatal, tehetséges labdarúgóink közül Varga Kevin, amikor egészséges állapotban van, akkor fixen kezdő pozíciót lát el. Ehhez képest mondjuk Csősz vagy Nagy Kevin viszont továbbra is az utolsó 5-10 percekre kap lehetőséget, ha kapnak lehetőséget, és például Bíró Péter továbbra is arra kell, hogy várjon, hogy majd egyszer valamikor beáll, de egyelőre ez nem az ő szezonja. Mi a véleményetek az ő játékukról, és mi a véleményetek arról, hogy a fiataljaink mennyi szerepet kapnak a mérkőzéseken? Hát ugye erről sokat beszéltünk már a szezon elején is, hogy mekkora, hogy mennyire parasztvakítás ez a fiatalítás, meg saját nevelés. Utóbbi azért nyilván szemmel láthatóan működik, tehát rengeteg saját nevelésű játékos játszik hétről hétre, ezzel nincs is probléma, a fiatalokkal már annál inkább, ugye Sós Bencét nem említetted, még azért én őt is ide sorolnám, de azért jól látható, hogy hiányoznak az igazi tehetségek, tehát ugye vártuk volna Bíró Pétert, hogy idén esetleg berobbanhat, vártuk volna Kusnyieréket, bár ő még nagyon fiatal, még ő azért lehet, hogy korai lenne őt várni, de ha picit az idősebb korosztályt nézített, aki már nem a kimondott fiatal kategória, hanem ez a 22-24 éves korosztály, onnan azért megtaláljuk ugye Kinyiket, Szatmárit, Ferencit már mondjuk nem lehet ide sorolni, ő már azért egy picit idősebb, tehát azért megtaláljuk ezt a korosztályt, de való igaz, hogy olyan igazi, kimondott fiatal tehetségünk nem nagyon van jelenleg. És hogy válaszoljak is arra a kérdésedre, hogy mennyire vagyok elégedett velük, hát ugye Varga Kevin az bejátszotta magát a kezdőbe, bár az utóbbi hetekben már egy kicsit látszik rajta is a forma hanyatlás, illetve hát kellett az ő bekerüléséhez ugye az a sérülés hullám, az azért jól jött ki, szerencsésen jött ki, de az ő tehetsége mindenképp kimagaslik a nem csak a debreceni, hanem az NB1-es mezőnyből is, de úgy igazán a többiek eddig inkább csak epizód szerepet kaptak, tehát Nagy Kevin is csak pár percekre áll be, Csősz gyakorlatilag időhúzó csere, Bíró Peti meg még az se, Barna Szabolcs meg ugye a keretbe se nagyon kerül be, tehát nem látni a következő tehetséget, aki berobbanhat. Én részemről, amikor a csatárjaink sorba dőltek ki, azt vártam, hogy Bíró Péter több lehetőséget fog kapni, mondván, hogy az ellenfelek se ismerik a játékát, ezáltal lehetne olyan formátumba úgy használni, hogy nem tudnak rá kimondottan készülni védekezésbe, de egyébként Nagy Kevin és Csősz Rihárd, amit kap lehetőséget, attól nekik több kellene. Csőszicsinek láttam több megmozdulását is, ami
bizakodásra adott okot, adott esetben, hogy most már ő az első, úgymond első számú csere. A középpályára Filipet meg Szekulicsot teljesen háttérbe szorította, ez egy nagyon pozitív dolog, de neki is sokkal több lehetőség kellene, hogy sokkal több lehetőséget kellene, hogy kapjon. Például a Ferencváros ellen is be lehetett volna cserélni, mert még ilyen légkörben ennyi ember előtt biztos nem játszott, egy tapasztalatszerzés céljából hasznos lehetett volna akár egyik, akár mindkét fiatal számára ez a találkozó. De a közeljövőben azt várom, hogy azért Bíró Péter is megkapja maga lehetőségét. A megyei bajnokságban, a DVSC 2-ben rendszeresen pályára lépott gólokat is szerez. Na jó, hát nagy átmenet van a két liga között, de ha meg se próbáljuk, akkor nem tudhatjuk meg, hogy mire lesz képes. Látható, hogy Balog Norbi is berobbant, kicsit nehézkesen indult, nehezen. Sok vélemény volt, hogy őnek nincs helye az első csapatba, de aztán mégis bizonyította, hogy igenis van. És próbálkozni kell, előbb-utóbb beérik a fiataloknak is a teljesítménye, de ahhoz az kell, hogy minél többet gyakoroljanak. Ezekkel az 5-10 percekkel meccs végén nem fog előrelépni egyik fiatal se. Én is úgy érzem, ahogy egyébként már több cikkben is megfogalmaztuk, hogy Varga Kevinre akkora nagy nyomás nehezedik, és annyira mindenki tőle várja azt, hogy ismét is, ismét is, ismét is villancson, ami egy csak pár hónapja NB1-es játékos esetében, mint látjuk, egyébként vissza is ütött, tehát nagyon-nagyon sokszor túlvállalja magát. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy alapjátékosa lett a DVSC-nek, és nagyon bízom benne, hogy még nagyon-nagyon sokáig élvezhetjük a játékát, és képes lesz ezt a terhet elhordozni, és csapatjátékosként funkcionálni. Ahogy Juve Fran, te is említetted, erről is sokszor beszéltünk, mert tényleg, hogy egy ifi játékosnak nem feltétlenül az kedvez, hogyha az utolsó 5 percek rá be. Ezért nem is hiányoltam azt, hogy mondjuk a Ferencváros ellen az utolsó 5 percre, amikor egyébként már azért küzdöttünk, hogy hát ha kiegyenlítünk, hogy beálljon egy másik ifi játékos. Szerintem 30 perceket vagy fél időket kaphatnának, ugyanezt az időszakot megkapja mondjuk egy Mengolo, vagy megkapja mondjuk egy Takács Tamás. Nem feltétlenül gondolom azt, hogy mondjuk egy Takács Tamás a saját pozíciójában jobb eredményeket tudna produkálni, mint mondjuk egy Bíró Péter, de amíg nem látjuk, addig ugye ezt vitathatjuk. Én várom azt a pillanatot, amikor azt lehet mondani, hogy na, tévedtünk, és az adott XY játékos tényleg nem váltja meg a világot, és ne várjunk tőle csodát, és vannak nála jobb lehetőségek. Viszont azt gondolom, hogy mindenki megérdemelné, hogyha már debreceni nevelés és még fiatal, akkor megérdemelni azt, hogy bizonyíthasson. És én is egyébként csatlakozok Icemanhez, hogy például Csősz játékát én nagyon éretnek látom, tehát őben abszolút látnám azt a potenciált, hogy adott esetben mondjuk Tőzsérnek a cseréje legyen. Tudom, furcsa ez így hirtelen, hogy Tőzsér cseréjeként emlegetem őt, viszont Tőzsér Dániel már mennyi, 32-33 esztendős, azért érződik rajta a kor, érződik rajta az, hogy 60-70 percnél többet ő sem bír a pályán tölteni, és rendben van, hogy csapatkapitány, de van olyan, amikor már csak azzal, hogy ácsorog is, hátrányba hozza a csapatot, és nehezíti a csapat dolgát, úgyhogy én például nagyon el tudnám képzelni Tőzsér cseréjeként, meg kellene próbálni egyébként egy-két meccsen. És hát ezzel kapcsolatos egyébként a harmadik téma is, hogy mit vártok a következő 5 találkozótól, amit fogunk játszani, esetleg fognak-e lehetőséget kapni, vagy ti adnátok-e lehetőséget például Csősznek vagy Bíró Péternek a kupa meccsünkön, amit a Budaörs ellen fogunk játszani, és akkor pontosítanám ezt az utolsó témát és ezt az utolsó kérdést, tehát egy hetes szünet után érkezünk meg, tehát az utolsó 5 találkozónkra. Sorozatban jön a Vidi, a Vasas, a Budafok, a Honvéd és a Diósgyőr. Mire számítotok a kupában és a bajnokságban? Mi az a minimum, amit elvártok a csapattól pontok tekintetében? És mi az az optimális eredménysor, amit már most azonnal aláírnátok? Hát ugye erről beszéltünk, hogy a Paks meccsel lezárul a könnyű meccsek sorozata. Ott volt egy olyan 4 meccsünk zsinórban, ugye Mezőkövesd, Paks előtte a Haladás, akkor még az Újpest meccset is ide számolom, és úgy jön ki a 4. Szóval itt arról beszéltünk, hogy olyan 8-9 pont jó lenne,
Hát ugye a 8 összejött végül is, tehát ezzel szerintem úgy nagyjából elégedettek lehetünk, bár a hali meccsen bent hagytunk 2 pontot. És ugye most vagyunk ebbe a nagyon nehéz sorozatba, így a téli szünet előtt, amiből a szerintem a legnehezebbet most letudtuk. Most jön egy Viri elleni hazai rangadó, amitől nagyon félek, mert rengeteg gondja van a Vidinek, de úgy tűnik most, hogy a mezőkövesd ellen talán egy picit ismét gatyába rázták magukat, és hát az utóbbi években azért nem sok babér termett ellenük nekünk. Kicsit félek ettől a meccstől. Aztán viszont még mindig nem lesz könnyű sorsolásunk, hiszen megyünk a Vasashoz, jön a Honvéd, és megyünk a Diósgyőrhöz, tehát azért ez még 3 nagyon kemény meccs. Még akkor is, hogyha ezek már nem kimondottan rangadók. De azért ugye a Vasas a tavalyi bronzérmes, és nagyon kiszámíthatatlan idén is, tehát bárkit képes megvenni, de bárkitől képes kikapni. A Honvéd az úgy tűnik, hogy előbb-utóbb talán magára talál, de a Vasashoz hasonlóan azért elég hektikus formát mutat. Hát a Diósgyőr meg egy nagy talály számomra, mert talán többre is képesek lennének, mint amit jelenleg nyújtanak, de hát ha van két arcú csapat az NB1-ben, akkor az a Diósgyőr mindenképp. Ott azért Bódog Tamás személye az, aki úgymond még reményt táplálhat a jó szereplés érdekében, de hát nekik meg mi vagyunk a mómusaik ugye már évek óta, sok-sok éve. Úgyhogy összességében ezen a 4 meccsen ugye a Vidi és a Honvéd lesz itthon, és a Vasas és a Diósgyőr idegenbe. Hát a 7 pont szerintem az nagyon szép lenne, de reálisan lehet, hogy csak 4 vagy 5 lesz ebből. És hát ugye a kupa meccset kifelejtettem, az ugye a Vasas és a Honvéd meccs között lesz. Azt gondolom, hogy kötelező a továbbjutás egy NB2-es ellenfél ellen. Még úgy is, hogy vélhetően most is inkább a csere csapat fog játszani. Tehát azok, akik Monoron és Csongrádon pályára léptek, bár azért én most már egy fokkal azért erősebb csapatot küldenék pályára. Tehát azért az első keretből néhány játékosnak azért bizalmat szavaznék, hogy a rutin meglegyen. És akkor a pontos pontszám? Mondtam, tehát 4-5, ami talán a reális, a 7 nagyon szép lenne, hát nem tudom, most nem merek tippelni. Azt mondom, hogy 4 és 7 között a reális, tehát 4, 5, akár 6, de 7 is lehet. Tehát ebből ugye könnyen kiszámolható, hogy egy győzelem, egy döntetlen, vagy két döntetlen, vagy két győzelem. Vagy két győzelem, egy döntetlen, tehát elmondtam az összes lehetőséget. Így van. Na, hallgassuk meg akkor Iceman-t. Hát először is akkor a Budafoki kupa meccset mondanám, ott feltétlen továbbjutást várok a csapattól, és ott már egy olyan vegyes csapat kellene tényleg, aki pályára lépjen, aki erősebb, mint az elmúlt két fordulóban, ott Csőszicsinek én például egy teljes meccset adnék, hadd szokja ő is a likköt, és Tehát a kupában mindenképpen tovább kell jutni. Hazai pályán a Videoton elleni meccsnek az lesz a kulcsa, hogy mennyire áll össze a védekezésünk. Nem tudom, Szatmári sérülése az, hogy áll, hogy addig felépül a Videoton elleni meccsig, mert a Videotonnak az a támadó párosa, vagy hát mondhatunk többes számba is, a Henti Lazovic Hadzics páros trió, illetve inkább trió az nagyon összeszokottan és nagyon gólveszélyesen játszik, ezt láthattuk a mezőkövesd elleni meccsen is, bár ott az egyik góljuk, a Henti találata az igencsak kérdéses körülmények között született, de a támadó játékukat meg kell fékezni. A mi helyzetkihasználásunk, ha nem javul arra a mérkőzésre, akkor egy pontot sem tudunk itthon tartani, de feltétlenül azért jó lenne az egyik pontot itthon tartani. Támadó játékunknak a javulása kell ahhoz, hogy az egyik pont itt maradjon, és az is, hogy a védekezésünket nagyon stabilan megszervezzük, ez a Vidi meccs. Idegenbe megyünk a Vasashoz, ott sem számítok vereségre, bár tényleg kulcsárék nagyon sokféle eredménye képesek, kikaptak. Tehát a Vasas meccsel kapcsolatban azt várom, hogy az egyik pontot sikerül elhozni tőlük. Nagyon kétarcú csapat, tényleg nekik is vannak olyan győzelmeik, amiket nem várnak, nem várnánk tőlük, és bárkitől képesek kikapni.
Én azt mondom, hogy tőlük az egyik pontot el kell hozni. A Honvéd hazai pályán az megint egy érdekesebb lesz. Lenne miért törleszteni az elmúlt évekbe feléjük. Ugye Debrecenben nagyon jól ment nekik, de most ők is a Puskás Akadémiával lejátszott meccsen olyan hibákat követtek el, amiket az ellenfél meg tudott bosszulni, tehát ők nekik is nagyon vegyes a játékuk. A Diósgyőr ellen meg azt mondom, hogy ott már csak megszokásból is kell a 3 pont tőlük, mert az, hogy érezzék a törődést. Mi az, amit aláírnál? Hány pont? Hát egy Diósgyőr elleni győzelem, Honvéd ellen 1 pont, 5 pontot mondok. Na akkor folytatom én a sort. Nagyjából egyébként egyetértek veletek. Lehet, hogy most furcsán fog hangzani, de hogyha minden következő NB1-es mérkőzésünket döntetlennel hozzuk, azzal nem feltétlenül lennék bosszús, tehát el tudnám fogadni, mert tényleg nagyon nehéz sorozat jön, és az azt jelenteni, hogy ezeket a csapatokat magunkkal tudjuk húzni, és vissza tudjuk húzni. Nyilván zsinórban 4 döntetlen egyébként azt is jelenteni, hogy bár most ugye a Ferencváros ellen kikaptunk, de ezen kívül tovább vinnénk előre a veretlenségi sorozatunkat, amire azt gondolom, hogy nagyon nagy dicsőséggel tekinthetnénk vissza, hogy bizony egy egész őszön keresztül csupán 6 mérkőzésen, az 5 elsőn és a Ferencváros ellen kaptunk ki. Sajnos erre egyébként nem látok sok esélyt, már csak a 18. DVSC videóton mérkőzés kapcsán is, ott én valahogy azt érzem a levegőben, hogy azért a videóton be fogja húzni azt a mérkőzést, viszont nem lesz könnyű dolguk, és meg fogjuk nehezíteni, és nagyon-nagyon szurkolok neki, hogy sikerüljön itthon tartani pontot vagy pontokat. A Vasas elleni és a Diósgyőr elleni idegenbeli mérkőzés, hogyha nem így lenne, akkor rávágnám egyből, hogy 3-3 pontot várok mindkettőn, és hát a Honvéd ellen játszunk majd idehaza, amely csapat szintén kétarcú, láttuk őket nagyon sokszor nagyon jól és nagyon gyengén játszani, ugyanúgy egyébként a Vasast is, úgyhogy nagyon izgalmas fordulók következnek, és én ennek nagyon örülök. Hogyha most kellene egy aláírt eredmény, akkor azt mondanám, hogy 6 pontot már aláírnék ebből a 4 mérkőzésből, de hát bízunk benne, hogy ennél több pontot fognak majd szerezni. És hát jön a egy... 6-ot egyébként én is aláírnám bőven, tehát azt gondolom, hogy a Diósgyőr az idegenben is verhető, és szerintem a Vasast meg tudnánk még verni. Így van, de ezért mondtam, hogy ha pont fordított lenne a szereposztás, akkor a 6 pontot azt nem, hogy aláírnám, de azt minimum követelményként támasztanám a csapattal szemben. Most szerintem egyébként az lenne a legfontosabb, hogy úgy mehessünk majd téli szünetre, hogy továbbra is vagy a dobogón vagyunk, mert hát az mégis milyen szép dolog lenne, vagy pedig, hogy közel maradunk a dobogóhoz. Azért ez a 4 meccs ez kemény lesz tekintetben is. A Budafok elleni Magyar Kupa mérkőzésről csak azt tudom mondani, hogy kötelező győzelemnek kell lennie, és én a Csongrád ellen, illetve a Monor ellen nagyon-nagyon tartalékos, vagy sokkal inkább tartalékos csapatot is el tudtam volna viselni a pályán. Hát ahogy el is mondtátok, a Budafok ellen is olyan csapatot kell most kiküldeni, ami biztosan behúzza azt a mérkőzést, és nem szabad egy olyan találkozót játszani, mint amilyen a Monor elleni volt, ahol egy fél időben semmit nem csináltunk, aztán gyorsan lerendeztük 10-15 perc alatt, és utána megint semmit nem csináltunk. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy ott az időjárási körülmény nagyon-nagyon kemény volt, de hát most az időjárási körülmények itt is egyre nehezebbek lesznek, hiszen kezdenek majd beállni az éjszakai mínuszok, és hát napközben sem lesz. Bocs, hogy rákérdezek, de mire gondolsz itt az időjárási körülmények? Hatalmas szél volt, tehát nem tudom mennyire emlékeztek rá, de a Monor ellen akkora nagy szembeszélben játszottunk az első fél időben, hogy nem tudtuk előre felé passzolni a labdát sem magasan, sem pedig laposan, és ez az első fél időben a Monor javára billentette, hiszen ők egy picit is belerúgtak a labdába, és úgy szállt, így esett például rá a kapufára is az első fél időben egy távoli lövésük. Én azt éreztem, hogy az nagyon erősen visszafogta a csapatot. Hát nem tudom, én azért egy NB3-as csapat ellen nem fognám az időjárásra rosszabb eredményt és a játékot. Én sem ráfogom, csak azt mondom, hogy ott ez látszott, hogy hozzátesz a csapat játékához. Hogy ezt most elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el, és azt mondjuk, hogy hát akkor is jól kell játszaniuk, az már egy másik kérdés, de hát látszott, aki látta a streamet, meg aki aznap mondjuk kiment akár Pesten, akár Debrecenben a
a szabad ég alá, hogy az volt az elmúlt 3-4 hónap legviharosabb és legszelesebb időjárása. Nagyon-nagyon erős szél fújt. Meg hát azt se feledjük, hogy a második fél időben neki kellett a ugyanebbe a szélbe játszani, tehát az egyik fél időben minket támogatott, a másik le is toltuk őket 3-0-ra rögtön az elején. Hát de az a szél miatt nyilván, tehát mind a két csapat játszik, mind a két térfélen. Nem azt mondtam, hogy a szél miatt volt, azt mondtam, hogy egy nehezebb időjárási körülmény volt, és most ehhez is alkalmazkodni kell majd, tehát nem lehet majd azt mondanunk itt az öt mérkőzés után, hogy hát jöttek a hideg téli napok. Egyszerűen alkalmazkodni kell ahhoz, hogy most már hidegebb lesz az időjárás, és zordabb lesz az időjárás, még akkor is, hogyha egy Budafok ellen játszunk, kötelező a továbbjutás. Hát kíváncsiak vagyunk egyébként a ti véleményeitekre is, úgyhogy írjátok meg bátran, hogy mit gondoltok erről a három kérdéskörről, hány ponttal lennétek elégedettek, illetve hány pontot írnátok alá a következő fordulókban, mely fiatal játékosunknak adnátok több vagy akár kevesebb szerepet, illetve hogy elégedettek voltatok-e a Ferencváros elleni mérkőzéssel. Most jön egy heti szünetünk, úgyhogy a heti hármas is legközelebb 2 hét múlva jelentkezik, addig viszont lesz több cikkünk, beszámolunk, értékelünk, úgyhogy érdemes lesz a Loki blogot követni, és szurkolni a válogatottnak az új vezetőedzővel. Vagy hát szövetségkapitánya, ha úgy jobban tetszik. Én még mielőtt elköszönnék, azért szokás szerint beharangozom az előttünk álló időszakot, tehát ahogy említetted is 2 hét szünet jön, de ez nem jelenti azt, hogy leállnánk. Rengeteg statisztikai jellegű és egyéb cikkünk lesz, tehát ugye jön most a Power Rankings ezen a héten, ahogy említetted, lesz majd instatos cikk, ez a jövő hétre várható. Ugye te fogod majd a Player Rankings-et elkészíteni várhatóan azt is az elkövetkezendő napokban, tehát ilyen jellegű cikkeink lesznek. Emellett és lesznek pedig kézilabda mérkőzéseink is. Így van, tehát a szokásos csütörtöki időpont az a kézilabdájé, úgyhogy akkor még egy gyors keresztkérdés. Iceman, utazol idegenbe? Munkám miatt sajnos nem tudok menni. És adja a tévé a találkozót hétvégén? Lehet tudni erről már valamit? Eredetileg úgy szól a szerződés a Digivel, hogy az hazai EHF kupa meccseket közvetítik, az idegenbeliekről a Sport 24-ben összefoglaló lesz levetítve majd. Azért még bízom benne, hogy valamilyen módon tudjuk majd nézni élőben, akár streamen. Hogyha megtudunk erről valamit, akkor majd ki fogjuk posztolni a Facebookra. Így van, aztán most a lányoknak nagyon szoros lesz a menetlen, 4 naponta játsszák a meccset, holnap Budapestre utaznak a lányok, a Magyar Kupában a Vasas ellen kell pályára lépni, aztán szombaton jön a romániai EHF selejtező mérkőzés, 15-én a Dunaújváros ellen bajnoki mérkőzés Dunaújvárosban, aztán 19-én vasárnap hazai pályán a visszavágója az EHF meccsnek. Turkoljunk nekik is, köszönjük a figyelmeteket, tehát még egyszer, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!